Egy felelős állattartónak talán mondani sem kell, hogy ilyenkor kedvenceink sokkal nagyobb odafigyelést igényelnek, mint enyhébb időben. A téli hideg hónapokban kint tartott ebünk számára gondoskodjunk energiában dús eleségről, valamint napközben többször ellenőrizzük az ivóvizes tálakat, mivel az zord időben gyorsan befagy. Ha tehetjük, engedjük be éjszakára a garázsba, az előszobába, egy sufniba, vagy hasonló védett helyre az állatot, ha nem, gondoskodjunk megfelelően szigetelt kennelről vagy kutyaházról. Fontos, hogy a kutyaház száraz és szélvédett helyen legyen, illetve javasolt hőszigetelés a kutyaháznak. A nagyságával kapcsolatban azt szoktuk javasolni, hogy a kutyus kényelmesen meg tudjon fordulni a házba, illetve ha lefekszik, akkor ne lógjon ki a lába. Viszont a túl nagy kutyaház sem javasolt, ugyanis a kutya testhőmérsékletével fűti fel megfelelő hőmérsékletre a kutyaházat, és hogyha túl nagy, akkor nem biztos, hogy erre képes. Javasolt esetleg pokrócok vagy a bejárat elé függőnek a felerősítése, viszont a kutyusok ezt sokszor eltávolítják, kiszedik. A megfázás, köhögés, orfolyás kutyánkat és cicánkat ugyanúgy utolérheti, mint minket. Szabadban tartott ebünket megfelelő kutyaház vagy kennel hiányában akár a fagyás és a kihűlés veszélye is fenyegeti. A kihűlésnek a jelei az étvágytalanságon és a bágyadságon kívül a remegés, az imbolygó mozgás, a kutyus nem akar a házba bemenni, illetve bent marad a házba és remeg esetleg. Ilyenkor érdemes pokrócba betekerni, meleg helyre vinni, felmelegíteni és minél hamarabb állatorvoshoz vinni. A lakásban tartott kedvenceknek továbbra is fontos a levegőzés. Napközben minél többet legyenek a szabadban, azonban legyünk figyelemmel jelzéseikre, hiszen hideg időben a rövidszőrű fajták egyedei hamar vacogni kezdenek. Kistermetű vagy rövidszőrű kutyusunkat az utcai súzástól vagy a téli minuszoktól cipővel, kabáttal, pulcsival is védhetjük, de kerüljük a megfázást, a hűtött lakásba érve vegyük le róluk azt.